100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én az ország és a nemzet egy emberként rezdült össze az őt ért igazságtalanság tragédiájában. Közös múltunkból és élni akarásunkból hitet merítve azonban nem csak megmaradtunk, de megmutattuk a világnak, hogy mi magyarok a legnehezebb próbatétel alatt sem törünk meg. Most, éppen 100 évvel később egy újabb nehéz időszakot kellett átélnünk, és ismét bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk összefogni. Ez az összefogás is igazolja, hogy összetartozunk, hisz nem csak ősapáink és anyanyelvünk közös, de közösek a nehézségeink és a sikereink is. Ahogy Széchenyi István fogalmazott, csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében. Ez a nemzeti összetartozás érzése, melyre magyar ősapáink kősziklaként építkezhettek, és építkezhetünk mi magyarok is, és majdan unokáink egyaránt.